Mindenkinek. Technikai igazítás lesz. Mi segítségünk jön az Istentől, aki teremtette a szegeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Az év első istentiszteleti rendszeres istentiszteleti alkalmán. Megkezdődnek újra az istentiszteletek minden héten. 11 óra 30 perctől, és megkezdődnek a bibliaórák, a beszélgetések is. Remélem, hogy mindenkinek a lehetőségek szerint jól telt január, a szabadságolás ideje. Na, tegnap este érkeztem vissza Erdélyből, úgyhogy még nagyon-nagyon friss vagyok, de remélem, hogy nem fog ez a hangomon, illetve a szolgálaton lényegesen érezni. És hirdetem már most, hogy amint látjátok, halljátok, nincs orgonistánk, és ami ettől sokkal rosszabb, holnap lesz az orgonistánk temetése. Megmondom nektek őszintén, hogy még Attila beteg volt, és hát amennyire lehetett, persze tudtam az ő
betegségének súlyos voltáról. Úgy is gondoltam, hogy nem lehet és nem is kell új organista után nézni. Ez a következő hónapoknak lesz a feladata, míg Attilától búcsút nem veszünk itt a templomban, addig ő az organistánk, még akkor is, hogyha már nem játszik. De természetesen szeretnék, hogyha a következő hetekben, hónapokban organista kérdést meg tudnánk oldani, hiszen nyilván egy más orgona kísérettel énekelni. Minden ember a maga módján pótolhatatlan, és nyilván Attila egyedi és kiemelkedő volt, úgyhogy az ő szolgálata mindenképpen hiányozni fog. Ezért is kérlek most is, Isten tisztelet elején, hogy holnap, ha tehetitek, vegyetek részt az ő gyászszertartásán, Isten tiszteleti gyászszertartásán, itt a templomban, 11 órától. Az első nekünk egy nagyon szép hitvalló ének, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. És ennek a szép éneknek az első két versét énekeljük. Olvasmánya Márk evangéliumából, evangélium egyik fejezetéből, a 30. verstől kezdve a mustármag példázata. Majd így folytatta. Mihez hasonlítjuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az ígéknak. És hasonló példában hirdette nekik az igét, úgy, amint megérthették. A kegyelem Istenet egy áldotta az Úr szent igét, hogy Krisztusnak beszéde lakozik bennünk gazdagon, hogy ő benne is ő általa sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Kedves testvérek, újra kinek szóval. Egy panasz Zsoltár következik,
Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Az első és a második verset énekeljük. Ezt a Zsoltát én is, és Attila is nagyon szerette, úgyhogy ezért is választottam. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Fejünket meghajtva imádkozzunk. Mennyedes atyánk, hozzád emeljük most szavunkat, kiáltásunkat, hiszen mi hisszük, tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy beszédünket, kérésünket meghallgatod, reménységünk vagy. Azt kérjük most tőled, hogy őrizd meg minket, tartsd meg hitünket, és adj nekünk reménységet akkor is, amikor lelkünk szinte minden vigasztalást megvet. Ma különösképpen imádkozunk Attila testvérünk családjáért, akik temetésre készülnek, de a magunk lelkének a vigasztalásáért is könyörgünk. Hiszen barát, testvér volt számunkra, a gyülekezet minden tagja számára. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te házadban, a te hajlékodban vigasztalást és reménységet kérhetünk és kaphatunk is. Áld meg kis közösségünket. Áld meg ezt az újra induló közösségi életet. Add, hogy legyen mindig elegendő hit és elegendő kitartás. Meg tudjunk maradni melletted, és meg tudjunk maradni egymás mellett is, közösségben egymással. Áld meg a te igédnek hirdetését ebben az esztendőben. Áld meg annak hallgatását, hogy valóban egyre inkább megismerjünk téged, és benned is általad saját magunkat is.
Ezt kérjük most tőled ebben a kis közösségben, az Isten tisztelet csodáját, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy együtt vagyunk mindazokkal, akik te hozzád tartoznak, akik te benned bíznak. Krisztus Jézusért kérjük tőled ezt a csodát, az Isten tisztelet, a veled és az egymással való találkozás csodáját. Amen. Testvérek, a 134. énekünk következik. 134. énekünk, Atya, Fiú, Szent Lélek, készíts szent igédre, egy versszakos ének. Testvérek, a mai ige a Márk evangéliumában van megírva. A 4. fejezetben a 26. verstől kezdve egészen a 29. versig. Így szól Istennek igéje a Márk evangéliumából a 4. fejezet 26-tól 29-ig terjedő verseiben, ülve maradva hallgatjuk figyelmesen és alázatos lélekkel. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe. Azután alszik és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Jézus egyik legrövidebb és legoptimistább példázata az, amit úgy ismerünk, mint a magától növekvő vetés példázata. Vitatkoznak rajta az írás tudók, hogy mi volt a célja, a központi üzenete ennek a példázatnak, mit akart az Úr mondani. És legtöbben azt a megoldást találták, és azt fogalmazták meg, hogy a magától növekvő vetés példázata vigasztalása a tanítványok számára, akik nem látják az eredményt, azaz nem látják sem a mester, sem a maguk szolgálatának az eredményét, illetve nem azt az eredményt látják, amit elvártak volna. Más szóval, hogy kevesen állnak melléjük, kevesen fogadják el Jézust mesterüknek, és Jézus ebben a példázatban megvigasztalja őket, és azt mondja, ne féljetek, úgy van ez, mint az az ember, aki magot vet a földbe, aztán alszik éjjel és nappal, nem lát semmit az eredményből,
és később elkezd majd a mag sarjadni és nőni. Az ember pedig nem tudja, hogy hogyan történik ez. Magától terem a föld, először sarjat, aztán kalászt, aztán pedig érett magot a kalászban. Nem tudja az ember, és nem érti, hogy mitől van a növekedés. Egyébként csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy ezzel mindig, minden mai napig így vagyunk, hiszen azok a kutatók, akik a növénytannal foglalkoznak, a növény növekedésének és átalakulásának a fázisait nagyon szépen és részletesen le tudják írni. Egy dolgot viszont nem tudnak megmagyarázni, hogy ezek a fázisok miért ebben a sorrendben és egyáltalán miért következnek be, hogy mi az életnek a titka. Nagyon sokan úgy hiszik a mai társadalomban, hogy a tudomány mindent megmagyaráz. Hogy tudjuk, hogy hogyan és miért vannak a dolgok. A hogyant talán még tudjuk, és leíró jellegű a tudomány, de hogy miért vannak a dolgok, azt nyilván nem tudjuk. Ez csak most véletlenül jutott eszembe, hogy unalmamban a repülőgépen egy rég letöltött podcastot néztem. Swinburne filozófussal van egy beszélgetés arról, hogy miért van a valami, és miért nincs sokkal inkább a semmi. Ez nyilván nem egy Swinburne-i gondolat, ez egy régebbi gondolat, de ő azt mondja, hogy erre nem lehet választ adni. Arra lehet választ adni, hogy van valami, létezik, de hogy miért, arra nem tudunk választ adni, arra egyedül csak a hit tud valamilyen választ adni. Azért van valami, mert az Isten teremtette. De ő nyilván tovább megy a gondolattal, és azt mondja, hogy ez viszont felteszi a másik nagy kérdést, hogy miért van akkor a teremtő Isten? És erre a kérdésre, erre a legvégső valóságot firtató kérdésre tényleg nincs válasz. Csak a hit válasza van, hogy ő van a maga titokzatos módján, és ő az, aki adja nem csak a létezést, hanem a létezésnek a titkát, illetve a létezésen belül az életnek és a növekedésnek a titkát. És azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy lehet, hogy ti most nem látjátok az én munkám, vagy a ti munkátok eredményét. A tanítványság, az ige hirdetés, a misszió eredményét, de meglátjátok, hogy ez magától fog nőni, mint a vetés, és mindennek eljön a rendelt ideje, és lesz majd aratás, és lesz majd eredmény annak, amit mi most csinálunk, mondja Jézus, mondhatta Jézus ebben a példázatban a tanítványoknak. És hát kétségtelen, hogy a világ történelem egyik legnagyobb csodája, ennek a kis jézusi mozgalomnak a megmaradása és később világ egyházzá való növekedése, és az a csoda, hogy minden mai napig ezt a rövid példázatot a magától növekvő vetésről emberek olvassák, hallgatják, gondolkodnak róla, és vigasztalást nyernek általa. Ugyanis ez egy optimista példázat, és azt szeretném, hogy ezt egy picit vetítsük a saját életünkre, illetve vetítsük a saját világunk és környezetünk valóságára is.
Nagyon sok mindent nagyon sokszor értelmetlennek látunk. Én nagyon sokszor hallottam tőletek is, meg másoktól is ezt a kérdést, hogy ugyan bizony mi értelme van annak, amit én csinálok. A gyerekeim nem törődnek vele, az unokáimat nem érdekli, a társadalom számára teljesen közömbös, amit gondolok, vagy amit csinálok. Mi értelme van ennek? Megnyugtatlak, hogy minden cselekedetnek következményei vannak. És ez nyilván érvényes, pozitív és negatív irányban is, de most az értelmes cselekedetekről beszélünk, most a jó cselekedetekről beszélünk. Hidd el, hogy ha pillanatnyilag nem is látod a dolgoknak a végső kimenetelét, hidd el, hogy minden jó cselekedet, minden értelmes gondolat, minden jó gondolat olyan, mint a magától növekvő vetés, előbb-utóbb szárba szökken, előbb-utóbb gyümölcse lesz, termése lesz neki. És nem mindig értjük, hogy miért és hogyan. Én el tudom képzelni azt, és szerintem te is, nagyon sok minden, ami bennem van, az nem csak úgy lett, és úgy megszületett a szívemben és a lelkemben, hanem valószínűleg nagyapám, nagyanyám, apám, anyám, egy jó tanár, egy bölcs ember valamikor mondta, és ő nem is gondolta, hogy az ő gondolata, az ő cselekedete, az ő példamutatása valamikor szárba szökken, és az valamikor az én életemben, vagy a te életedben, gondolj most magadra, meghatározó, vagy fontos lesz. Alakítja a jellemedet, alakítja a karakteredet. Éppen most megy, nem tudom mennyire vagytok tisztában, vagy mennyire érdekel benneteket a magyar közélet, de megy egy érdekes vita arról, hogy a nagyapák és a fiak, vagy az apák és a fiak ilyen típusú kapcsolata mennyire meghatározó. Anélkül, hogy ez a közéleti vitához én pozitív vagy negatív értelemben hozzászólnék, hiszen az egyik főhőse ennek a vitának számomra egy kedves ismerős. Nem tartom magamat barátjának, mert nem vagyunk mi barátok, de ismerősök igen. Szóval nem értékelni akarom a vitát, csak azt akarom elmondani, amit József Attila úgy fogalmazott meg, hogy ősömig vagyok minden ős. És ez kétségtelen igaz rád is, és rám is, és mindenkire. Minden cselekedetünknek, minden gondolatunknak, minden jó cselekedetünknek, hogy pontosítsak, minden jó gondolatunknak jó következményei vannak. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag nem látjuk, hogy hogyan fog megvalósulni, mint ahogy a magvető sem tudja, hogy miért lesz növekedés, és egyáltalán miért van élet, és az életnek ez a dinamikája, amelyik megállíthatatlan. Ezért egy optimista példázat. Tessék jót cselekedni, tessék jókat gondolni társadról, gondold a legtöbbet és a legszebbet a társadról, a gyerekedről, az unokádról, a férjedről, a apádról, anyádról, még akkor is, hogyha ezt sok esetben talán úgy érzed, hogy nem érdemli meg. És cselekedj jót szüntelenül. Ugye Jakab leveléről beszéltünk a Bibliaórán a múlt évben, és a hit halott cselekedetek nélkül.
És ne törődj azzal, hogy te neked tudnod kell, hogy minden hogyan fog alakulni. Azt bízd az Istenre, a növekedést, az életet, az élet csodáját adó Istenre. Bízd rá. De végezd el azt, amit neked el kell végezni. Úgy van az Isten országa, mint az ember, aki magot vet a földre. Az embernek is van egy dolga. Elveti a magot a földre, a földbe. És aztán lesz belőle az, ami lesz. Optimista példázat. De vetítsd ezt rá a környezetedre is. Egyebet nem hallok, vagy szinte kizárólag csak azt hallom, hogy mi rossz van ebben a világban és ebben a társadalomban. Egyébként osztom a véleményeteket, én is nagyon sok rosszat látok benne. De ugyanakkor, ahogy elolvastam ezt a példázatot, pont arra gondoltam, hogy hát azért egy picit másképpen is lehet látni ezt a világot. Nem biztos, hogy minden olyan rossz, és hogy mindenből a rossz és a gonosz fog győzedelmeskedni, vagy mindenből valami rossz fog kiderülni. Az kétségtelen, hogy egy különleges időszak ez a mostani, és hogy nem egyszerű 2024-ben optimistán vagy hívő szemmel nézni a világot, mert valóban vannak olyan folyamatok és olyan tendenciák, amelyeket meg kell állítani, egész egyszerűen, őszintén meg kell állítani. De hogy dolgok változnak, és persze számunkra néha ijesztőek, ez részben természetes, részben pedig egy picit annak tudható be, hogy az ember nehezen fogad el új dolgokat. Az egész informatikai forradalom, ami most van, abban nyilván két lehetőség van. Van egy katasztrofális lehetőség, amin egyébként dolgoznak, és mindenképpen próbálják a nyakunkra hozni, de van benne egy csodálatos lehetőség is. A rosszat meg kell állítani. Nem az a dolgom, hogy most a világpolitikának vagy a világgazdaságnak a negatív oldalait mondjam, mert ez egy optimista példázat. Én csak azt akarom mondani, hogy tessék bátornak lenni és ellenállni akkor, amikor ellen kell állni, és tessék tanulni és elfogadni azt, amikor valami újat el kell fogadni, és ezt nyilván magamnak is mondom. Egyébként nem új ez a helyzet, nyilván sosem volt ennyire éles, meg talán soha nem voltak ilyen gyors ütemben bekövetkező változások. De az első ipari forradalom idején ugye fellázadtak az emberek a gépek ellen, és hirtelen a luditák jutnak eszembe, akik a 18. században, 19. században az angol munkások mozgalma volt, a ludizmus, szembe mentek a gépekkel, éppen a szövőgyáraknak a gépeit próbálták mindenképpen megállítani, de ugyanilyen volt a vasút bevezetése is például Magyarországon. Most nézzétek el, hogy nem pontosan idézek, mikor Petőfi azt mondta, hogy vasutat, százat és ezret csináljatok, és a kritikusok pedig azt mondták, hogy az emberi természet, vagy az emberi szervezet nem fogja kibírni azt a hatalmas sebességet, 40 km/h, amit az akkori vasút el tudott érni. Tehát pró és kontra mentek a viták. Tehát nem új ez, ami most történik, hogy mi lesz a mesterséges intelligenciával, mi lesz a technológia fejlődésével. Ebből kijöhetnek szép és nagyszerű dolgok is, hogyha jót teszünk vele, és hogyha jót akarunk vele tenni. És hát ez kétségtelen, hogy a 20. században a sok rossz dolog mellett rengeteg jó dolog is történt. Mit mondjak nektek, az 1800-as évek elején a világnak a háromnegyed része a legnagyobb nyomorban élt.
nem a világnak a kevésbé fejlett részére gondolok, hanem Európában. Tehát, ha valaki elolvassa a korabeli értékadó és mérvadó irodalmat, az fogja látni, hogy az az Európa, amelyik később eléri azt a jóléti társadalmat, amiről álmodni sem mertek, az az Európa nyomorban élt. Tehát az angol, és mondjam, az angolokról volt szó az előbb, a luddizmus, a luditák mián, az angol szénbányák és az angol gyárak világa. Tessék elolvasni Croninnak a regényeit. Ő írta azt a enyhén, hát igazából olvasmányosnak mondom inkább, ő írta például a Résztávla kapu alatt azt a híres regényt, de van neki egy egészen jó regénye, aminek az a címe, hogy Ezt látják a csillagok. Tehát leírja azt, hogy hogyan történtek és miképpen történtek a dolgok az angol ipari forradalom alatt, és mekkora volt a nyomor. Tehát az emberiség kiemelkedett a nyomorból. Éppen megnéztem a számokat, 2019-ben, tehát még a világpandémia előtt az emberiségnek a nagyobbik része már nem élt nyomorban. Tehát akik nyomorban élnek a mai meghatározások szerint kb. 15-20% az emberiségnek. Ez is nagyon sok, egy ember is nagyon sok, de óriási volt a fejlődés. És talán egy politikai dolgot megengedtek az optimizmus nevében, vicces volt, de ugyanakkor halálosan komoly. Nyilván erről nem beszélt a sajtó, mert hát nagyon szelektív a sajtónak a figyelme is, de ha valaki meghallgatta, amit Javier Milei mondott az argentin elnök a Davoszi világgazdasági fórumon, nagyjából erről beszélt, hogy az embernek megvan a képessége arra, hogy szabadon vállalkozzon, hogy szabadon gondolkodjon és szabadon fejlődjön. És hogyha ezt nem állítják meg mesterségesen, akkor ebből jó dolgok lesznek. Szóval optimista példázat. Én hiszek abban, hogy ez a világ tud jobb lenni. És nem tudom, hogy hogyan. Tehát ha megkérdezed tőlem, hogy Csaba, most mondd el nekem, hogy hogyan fognak történni ezek a jó dolgok, azt tudom mondani, hogy nem tudom. Mint ahogy nem értem a növekedésnek a csodáját sem, és a példázatban is pont ez a lényeg, hogy az ember elvégezte a vetés munkáját, anélkül, hogy értette volna, és reménysége lett volna afelől, hogy valaha is meg fogja érteni az életnek a csodáját. Én sem értem. De utálom ezt a sok negativizmust, ami ma körülvesz bennünket. Nyilván ahhoz, hogy jó dolgok legyenek, jó dolgokat kell tenni. Ahhoz, hogy jó dolgok legyenek, jó dolgokat kell álmodni, és ezzel óhatatlanul együtt jár az is, hogy a rossz dolgokat, a gonosz dolgokat, a tisztességtelen dolgokat meg kell állítani. És talán még egy utolsó érdekesség. Az ember sok mindent olvas, figyel és lát. Ott csinálják neki egy kis reklámot. Én már évek óta nézem ezt az amerikai komikust, hogy is hívják őt, J.P. Seals. Neki van, múlt héten jelent meg, a napokban, jelent meg egy rövid kis előadás, amiben arról beszél, hogy tessék abba hagyni a félést. Mondd el azt, amit gondolsz. A munkahelyeden, a nyugdíjas klubban, a baráti társaságban. Ne dőjél be te a politikai korrektségnek. Ha valami jó dolgot gondolsz, mondd el bátran. Ha valami jó dolgot akarsz csinálni, csináld meg bátran. Ne törődjél vele. Nem fognak eltörölni. Akkor fognak eltörölni, és akkor győzhet a rossz, hogyha a jó teljes egészében feltartott kézzel menetel. Nem, nincs ilyen. Tessék jó dolgokat gondolni, jó dolgokat mondani, és rábízni az Istenre a növekedést. Mert mindig az van, mindig ott akadunk meg, hogy hát igen, de úgy sincs értelme. Ne törődj te azzal. Te nem tudod. Nem tudhatod, hogy amit te a gyerekedért, az unokádért, a templomodért, a társadalomért, a munkahelyen, a barátokért, a közösségi életben,
a példaadással, a megszólalásoddal, a pozitivizmusoddal tettél, annak hogyan lesz növekedése. Ne törődj te azzal, az nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy cselekedd meg, mondd el azt, ami jó. És ha megteszed, az Isten majd megadja azt a növekedést, amit te most nem látsz, és el sem tudsz képzelni. És ott térek vissza zárásként a példázathoz. Ha valaki azt mondta volna a példázat elhangzása idején, mondjuk Péternek, ő volt az apostoloknak a vezetője is, talán a legkarizmatikusabb apostol is ő volt, egyébként nem véletlenül ő volt a 12-nek a vezetője, és nem véletlen, hogy annyi támadás is éri őt, még a Szentírás lapjain is sok zrikálás van Péterrel. Általában a vezető embereket általában szokták piszkálni, a közömbös embereket, az értéktelen embereket azon átnéznek. Szóval Péter azért is ilyen fura a Szentírásban, és sokféle kritika is éri, mert egy igen karizmatikus vezető lehetett. Szóval képzeljük el, hogyha valaki oda megy Péterrel, és azt mondja neki, hogy figyelj ide, Kéfás, akkor még Kéfásnak hívták őt, ami azt jelenti, hogy kőszikla, azt mondja neki, hogy tehát figyelj, Kéfás, ez a kis társaság itten, ez a Zebedeus fiak, ezek a Jampecek, meg itten ez az örökké lázadozó Simon az Zélóta, meg ez a Júdás, ez a pénzszámoló Júdás, meg te is, meg ez a Tamás, amelyik örökké okoskodik, meg a többiek is. Na, belületek világegyház lesz. És képzeljétek el, azt mondta volna valaki Péternek, hogy képzeld el, Péter, hogy 2024-ben egy teljesen másképpen kinéző világban, egy teljes más nyelven beszélő ember, egy teljesen másképpen gondolkodó közösségben ezt a példázatot elmondja, és ezen gondolkozni fognak. Péter azt mondta volna, hogy megsütötte a fejedet a nap. Üljél többet árnyékba. Nem hitte volna el. És mégis lehetett. És ha én azt mondom, hogy ebből a válságból, minden válság egy krízis, ennek óhatatlanul lesz egy megoldása, tehát nincs krízis megoldás nélkül, nincs végtelenül tartó válság, mindig hoz egy megoldást. Az a megoldás jó lesz. El tudjátok ezt hinni? Miért ne? Miért kell mindig a rossz hírt elhinni? Én hiszek abban, hogy ez a világ tud élni. Én hiszek abban, hogy ez a világ ki tud emelkedni a szegénységből. Én hiszek abban, hogy ez a 15%-os vagy 20%-os nyomorból az embereket ki lehet hozni. Én hiszek abban, hogy lehet becsületesen politizálni, gondolkodni. Sosem lesz tökéletes. Tökéletes akkor lesz, amikor eljön az új mennyei Jeruzsálem. De addig is hiszek a jóban, a szépben. És arra kérlek titeket is, hogy higgyetek ebben, mert ezáltal lesz jobb, szebb és elviselhetőbb a világ. És ez a mi döntésünk, a te döntésed, az én döntésem, és nyilván mindazoké, akik szeretnék és akarnák a jót. Hát legyen így. Amen. Testvérek, az igére válaszolunk, mert ehhez hinni kell. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Egy versszakot énekelünk ebből az énekből. Ez a 120. Hinni taníts, Uram. 120. ének is az első vers.
Gyertek testvérek, együtt fennállva szunk. Mindenható Isten, köszönjük neked ezt a mai üzenetet a magától növekvő vetés példázatában. Köszönjük, hogy a te országod és minden, mit te teremtettél, a te akaratod és a te rended is csodád szerint nő. És köszönjük, hogy amit te akarsz, azt senki meg nem tudja akadályozni. Arra kérünk téged, hogy tégy bennünket a te munkatársaiddá, hogy ne csak várjuk a mennyei Jeruzsálemet, hanem hogy itt a földön közelebb tudjuk hozni a te országodat, hogy amint a te imádságodban, a tőled tanult imádságban kértük, legyen minden úgy itt a földön, ahogy a mennyben is van. Hát, hogy tudjunk hinni és merni a jóban, és tudjuk elmondani azt, amit hiszünk, hogy tudjunk bizonyságot tenni a te jóságodról, a te tanításod szerint való jóról és rendről, és tudjuk kimondani azt, ha valami rossz és gonosz, hogy az rossz, hogy az gonosz, hogy az nem tőled van. Add meg nekünk ezt a bátorságot. Milyen furcsa, mennyei édesatyánk, hogy ma már azt is kérnünk kell, hogy add meg nekünk a mi véleményünk bátorságát. Hogy ne a mások gondolatait, véleményét szajkózzuk, hanem azt, amit tőled tanultunk, és ami által is, aminek segítségével kialakult a mi hitünk benned, a szépben, a jóban, az igazban, a szentben. Mennyei édesatyánk, most is kérünk téged, hogy adj nekünk hitet az örökké valóságban. Hát, hogy holnap úgy tudjunk elbúcsúzni szeretett barátunktól, testvérünktől, hogy a búcsúzás, az elvállás szomorúsága mellett ott legyen a vigasztalás, hogy a te világodban, az általunk meg nem értett és fel nem fogható világban majd együtt leszünk. Külön imádkozunk Attila szeretteiért. Add meg nekik a feltámadás és az örök élet hitét. Mennyei édesatyánk, hallgass meg imádságunkat, amikor magunkért, családjainkért, gyülekezetünkért, népünkért, nemzetünkért, az egész világért imádkozunk. Hallgass meg minket, és add, hogy mi a te munkatársaid lehessünk. Ámen. Testvérek, csendben a személyes imádságunkat mondjuk el, utána pedig a Jézus imáját, a mi atyánkot. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téged az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. A magától növekvő vetéshez talán a leginkább találó ének. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Ki az közülünk, aki tudná az Úr útjait? Ki az, aki tudná az ő akaratát? 429. Az Úr csodásan működik. Egy versszakot énekeljünk most belőle. Az Úr csodásan működik, bennünk jó helyben van, tenger takarján ámnyomát, szelek szárnyal zuhan, mint titkos bányok de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt, ez a kulcsmondat, és ez a lényeg. Hirdetések. Jaj, holnap délelőtt 11-kor Attilának a temetése. A temetés után szeretett vendégség van a gyülekezet rendezésében, szervezésében. Megköszönöm azt, hogyha hozzá tudtok járulni, és természetesen, ha el tudtok jönni. Hirdetések, kedden este 8 órától Bibliaóra, az apostoli levelek, ha jól emlékszem, és azt hiszem, hogy a János levele, de meg kell nézem a jegyzeteimet, ha jól emlékszem. Rég volt. Az ember kiesik 5-6 hét alatt a ritmusból. Én nehéz volt egyébként ma szolgálnom is, alig találtam a szavakat. Csütörtökön pedig beszélgetés is, erre határozottan emlékszem viszont. A Sámuel története, Izrael hitéről beszélgetünk a nagy világvallások keretein belül, és úgy emlékszem, utoljára ott voltunk, amikor Izrael királyt akar magának, és Sámuel elmondja nekik, hogy mivel jár egy király. Jó lenne, ha mindenkinek ma is elmondaná egy-egy Sámuel, hogy mit fog csinálni velük a király. Szépen megmondja nekik. Na, szóval ezt folytatjuk csütörtökön. Úgyhogy csütörtökön este 8-tól beszélgetés a judaizmusról, a judaizmus fejlődéséről, és ehhez hasonló érdekes dolgokról. Jövő vasárnap pedig kezdődik az iskola is, úgyhogy sok minden történik, hál' Istennek. Remélem, hogy lesz erőnk, és lesz bennünk kitartás elvégezni azokat a dolgokat, amelyeket nekünk kell megtenni és elvégezni. Azt hiszem, hogy más hirdetésem így hirtelen nincs, vagy legalábbis nem jut így most eszembe. Ha eszembe jut, akkor majd a Bocskaiba elmondom, van más, nincs egyelőre, úgyhogy gyertek a Bocskaiba, kávé, sütemények is, beszélgetés, és hát meg tudjuk azt is beszélni, hogy ki miben tud és hogyan tud segíteni holnap. Az utolsó énekünk tehát akkor a nemzetimája, Isten áld meg a magyart, együtt fennállva énekeljük a
A mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.